Biztonságos lehet a jövőben a gyalogosok és kerékpárosok átkelése egyik oldalról a másikra. Nyíregyháza kivezető szakaszán a 4-es számú főút kőlaposi csomópontjánál évtizedek óta volt megoldatlan probléma a zebra hiánya. Így sok időbe telt, és baleseti kockázattal járt, ha valaki a szemközt lévő autóbusz megállóhoz vagy kerékpárúthoz akart átkelni. Hosszú évek, sőt évtized óta kérték az itt élők, hogy biztosítsuk számukra azt a biztonságos átkelést, ami ezen a 4-es számú főúton nem is olyan egyszerű. Látható, ahogy itt is az interjút készítjük, hogy folyamatosan közlekednek a gépkocsik oda és vissza irányba is, és bizony-bizony az itt élőknek át kellett jutniuk a szemben lévő buszmegállóba, illetve a szemben lévő kerékpárútra is, gyerekeknek, időseknek vagy családoknak is. Nem volt egyszerű. Hosszú hónapok, mondhatnám évek egyeztetés előzte meg, mire eljutottunk ehhez a mai naphoz, hogy átadhatjuk a gyalogátkelő helyet. Miért is? Hiszen ez egy főútvonal, ez a 4-es számú főútvonal. Ide tervezni, adottságainál fogva is, hiszen ott egy domb van arról, ami nyírtúra felül érkezik, tehát eleve megtervezni, majd kivitelezni ezt a csomópontot nem volt egyszerű. De megtörtént, itt vagyunk, és a legfontosabb azon kívül, hogy biztosítjuk az itt élők számára, akár a be, akár a kiközlekedés szempontjából a biztonságot, az, hogy tudtuk teljesíteni az itt élőknek a kérését. Mint azt Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere elmondta, sokkal átfogóbb volt a fejlesztés egy gyalogátkelőhely kialakításánál. Szükség volt ehhez az autóbusz öblök, a gyalog és kerékpárút, valamint a közvilágítás átépítéséhez is. Ugye meg kellett valósítani a csapadékvizelvezetését, a közvilágítását, 9 új oszlopot hoztunk létre. Itt megvannak ezek a szegélykorlátok, a buszöblet át kellett építeni, igazából a kerékpárutat is, és gyakorlatilag ezt a járdát is, ahol állunk most, ami vezet ezen az oldalon lévő buszmegállóhoz. Tehát mindebből adódóan ez egy 98 milliós beruházás volt. Nyíregyházán az utóbbi évtizedben rendszeresek voltak azok a beruházások, amelyek növelték a gyalogosok és kerékpárosok biztonságát. Ez illeszkedik a városvezetésnek azon programjához, hogy a közlekedés biztonságot minden módon növeljük, a gyalogátkelő helyekkel is. Ugye több új gyalogátkelőhelyet hoztunk létre, 8 kiemelt piros zebrát alakítottunk ki, ami ennél is talán fontosabb, 22 okos zebrát, aminek az eredményei a baleseti statisztikákban is megjelentek pozitívan. A Nyíregyháza kőlaposi csomópont átépítése alig több mint 2 hónapot vett igénybe.